Itt a tavasz és a kertészkedés ideje. Elhatároztam, hogy minden kártevőt kiűzök a kertemből. Kertész leszek. Tartsatok velem! Mióta tudod, hogy kertész szeretnél lenni? Nekünk van egy kertészetünk, vagy hát apukámnak, és szeretek dolgozni a növényekkel, meg hát szerettem kimenni, segíteni, végül is ott sokat voltam apával, illetve a testvéreimmel is ezért. Benedek és testvérei mindhárman kertésznek tanulnak. Szeretnék továbbvinni a családi vállalkozást. A bátyámnak dísznövénykertész szakmája van, nekem idén elvileg lesz zöldség, gyümölcs és szőlőkertész, és az öcsém is ugyanezen a szakon van. Pócak Benedek Nagykanizsán él a szüleivel, bátyjával és öccsével, de testvéreivel együtt Budapestre jár iskolába, hétvégente járnak haza. A kertész szakma bemutatását a mikroszaporító laboratóriumban kezdjük, ahol a tanulók paprikamagokat sterilizálnak. A mai gyakorlatunk témája a steril paprikamagvetés lesz. A paprikamagnak az előáztatását elvégeztük, így lehet bevinni a már sterilnek tekinthető paprikamagokat a lamináris boxba. A lamináris box beszívja a levegőt, majd egy szűrőrendszeren átengedi, így a már steril levegőt tudják használni a diákok a mikroszaporításhoz. Talán az miért fontos, hogy valamit sterilizáljunk, mielőtt szaporítjuk? Mert befertőződik. Itt mindennek az a lényege, hogy steril körülményeket tudjunk biztosítani. De vajon mi a mikroszaporítás lényege? Időjárástól, évszaktól függetlenül fel lehet szaporítani bizonyos növényeket. Erre példa a paprika, azt leginkább nemesítésben használják, mert évente akár 3 generációt is föl lehet nevelni. Ez azt jelenti, hogy egy fóliasátor segítségével egész évben termeszthetünk paprikát, de nem csak a paprikát tudják ezzel az eljárással szaporítani, hanem szobanövényeket vagy bogyós gyümölcsös növényeket, például málnát, szamócát is. Várom, hogy mi lesz a feladat. A feladat első része a két lépcsős fertőtlenítés, ami azt jelenti, hogy először 70%-os alkoholban, majd hipóban áztatják a paprikamagokat. A vízből áttesszük az alkoholba 2 percre magukat. Gigi és Benedek a steril boxban folytatja a munkát. A steril boxban való munkavégzésnél alapvető szabály, hogy körülbelül félkör alakban helyezzék el a berendezéseket, eszközöket a gyerekek, mert hogy így a steril levegő, ami szembe érkezik a munkatérben, az steril marad a munkavégzés teljes terjedelmében. Ezután következik az öblítés, a leszárítás, majd a táptalajra helyezés kis befőttes üvegekben, amikben tovább növekedhetnek a magról szaporított növények. Benedek, mi ez a helység, ahol bejöttünk? Hát itt nevelkednek a kis mikroszaporított növények, ahogy látod. Itt elég hideg van. Miért? Üvegedényekben melegebb van, és így a páratartalom miatt így jobban növekednek. Honnan tudjátok, ha valamelyik nem sikerült? Elkezd vagy bepenészesedni, vagy pedig valami gombás betegség elkezd megjelenni így a táptalajon, vagy a növényen, és ez sajnos selejtezni kell. Mennyi ideig kell, hogy itt hagyjuk a magokat? Fél év, vagy egy év. Ez jó sok. Utána pedig becsereközzük.
miután itt elhagyják a labort, mit szoktatok a növényekkel csinálni? Hát ezt úgy hívják szakmai nyelven, hogy edzük őket egy kicsit a külső környezethez. Ugye itt védetten vannak a növények, szabályozott hőmérséklet, fény és páratartalom viszonyai között, és amikor kikerülnek az üvegházba, vagy esetleg a szabad földbe már, akkor ott egy kicsit több törődést és több odafigyelést igényelnek, és így kerülnek aztán felhasználásra, és termésérésre, és hát szüretelésre, mert ugye ez a cél a zöldségnövényeknél, hogy finom zöldségek kerüljenek az asztalra. A kertészek kint a szabad földön folytatják a munkát. Gigit megtanítják, hogyan kell a már elkészített ágyásokban magot vetni. Most a szabadföldi magvetést fogom bemutatni. Eddig egyszer fel lett ásva, meg lett rotálva a föld, ágyások ki lettek jelölve, 40 centis lett az út és 120-es az ágyás. Ez a szabvány? Igen, ezt be kell tartani, így ez egy kicsit könnyebb dolgozni vele. Most sárga répát fogunk vetni, rá van írva, hogy mi legyen sor és tőtáv, mikor vessük és mikorra lesz termés belőle. Hát akkor lássunk hozzá! Szólj, ha nem jó! Jó lesz! Jó lesz? Az oktató figyelemmel kíséri a diákok munkáját. Ez egy kicsit elmentél, ez a kertészzsinór pont azt mutatta volna meg, hogy amellett próbálj egy kicsit egyenes akkor tartani. Lehet, hogy ha átjössz a másik oldalra, akkor egyszerűbb, addig megfogja a Benedek. Igen, egy kicsit ehhez nem elég hosszú akarom. De amúgy nem szabad belelépni az ágyásba. Milyen képességekre van szüksége egy jó kertésznek? Elsősorban álló képességre, nem csak a növényeknek, hanem azzal kapcsolatos gondozási feladatokkal szemben is. Másrészt pedig hát, hogy szeressék a növényeket, mert minden növénynek lelke van, mi így szoktuk szakmás tanárok nevezni. Tehát ha megfelelő gondossággal, alapossággal és szívvel, lélekkel ápoljuk, gondozzuk, neveljük őket, akkor ez meghálálja magát. Fizikailag azért ez megterhelő munka. Igen. Főleg, itt... hogyha 10 ágyás meg kell csinálni. Igen, még van hátra pár. Sokat kell dolgozni, tehát piacnap az úgy van nekünk, hogy csütörtökön és hétfőn, és így akkor a vasárnap és a szerda az piacra pakolás, ott akkor nagyon sokat kell dolgozni, illetve a többi napon pedig ültetünk és ápoljuk a növényeket, tehát hogy majdnem, hogy egész héten ott kell lenni a kertbe. A kertészképzés itt az iskolánkban, a kertészeti képzés 3 éves. Van egy első éves ágazati alapozó, amin megtanulják a gyerekek a átlagban, a mezőgazdaságban felelhető témák nagy részét. Természetesen mi a kertészeti kultúrákra helyezzük a hangsúlyt, ami szőlő, gyümölcs és zöldségtermesztést jelent, és ezt követi a nagyobb óraszámban már második évtől a gyakorlati képzéseknek, a tantárgyaknak a megismerése. Ezek közé tartozik a mikroszaporítás, és amit utolsó évben, mint termesztés technológia egyik részét próbáljuk a gyerekekkel elsajátítani, és így épül fel a képzés, tehát a harmadik év végén van a vizsga. Az ágazati alapvizsgát azonban már az első év végén leteszik a diákok. A vizsgán olyan feladatok vannak, mint például a meteorológiai eszközök felismerése, olajszintmérés vagy növénymagasságmérés. Ezeken kívül egyfajta talajvizsgálati módszert is bemutatnak. Gigi Réka segítségével a talaj kötöttségét vizsgálja. Kimérünk 100 ml vizet. Először 100 g légszáraz talajt le kell mérni. Egyszerűbb lett volna, ha így beleöntöm, nem? Nem lehet önteni? Hivatalosan nem lehet önteni. Miért nem? Nem lehet önteni, mert a pontosság az nagyon fontos.
és egyszerűbb kis kanállal kimérni ezt a 100 g-ot. Kézzel pedig nem nyúlunk hozzá, mert a kezünkről a szennyeződés belekerülhet, ami befolyásolhatja a vízfelszívó képességét a talajnak. Aztán pedig óvatosan, lassan, csempenként adagolni kell hozzá. És ezzel mit csinál? Ezzel elkezdem így összekeverni, keverő mozdulatokkal. Az elején még lehet nagyobb adag vizet adni, de ahogy kezd összeállni a talaj, ott már egyre kevesebb és óvatosabban adagoljuk, hogy nehogy túl öntsük. Addig kell, amíg ezen a keverő kanálon, ha így hirtelen felhúzom, nem, már nem rakunk bele. Mert már jó. Mert ez már jó, igen. A szalagnak ott kell lennie a végén. Milyen szalag? Hát milyen csúcs. Ilyen szálnak. Kis csúcs szálnak, igen. A talaj kötöttségét az mutatja meg, hogy a szál eléréséhez hány milliliter vízre volt szükség. Meg kell nézni, hogy mennyi víz fogyott. Majdnem 40. És akkor itt van a táblázat, és akkor abból ki kell olvasni, hogy ilyen típusú. A talaj kötöttsége szerint lehet durva homok, homok, homokos agyag, vályog, agyagos vályog, agyag vagy nehéz agyag. Vályog. Így van. És akkor mind a kettőtöknek vályogja. Nekem is vályog lett. Neked is? Igen. Akkor jó. Akkor mindketten jól szerepeltünk. A kis kertészek a fóliasátorban folytatják a munkát. Tanár úr, mi a feladat? A paradicsomnak a palántázás, ez egy hideg fólia. Uh-huh. És mi az, hogy hideg fólia? Fűtés nélküli. Tehát fűtés nélküli nagy légterű fólia, fölül dupla szigeteléssel, dupla fóliával, az oldalán csak egy fólia van, hiszen a meleg fölfelé áramlik és bent tartja a meleget. Ez a fólia képes egy 10-15 fokot bent tartani, tehát ide bent és ilyen 15 fok körüli hőmérséklet, 15-16 fok van hajnalban is, ami a paradicsomnak egy és éjszakai sötét időszakban bőven elegendő. Az oktatás kifejezetten gyakorlatorientált, az a cél, hogy a szakemberek megállják a helyüket az életben. Az arányát azt lehet mondani, hogy ilyen 60-40% a gyakorlat javára. Itt tanulnak talajtant, növénytant, állattant, földméréstant, éghajlattant, tehát mindenből kapnak egy kicsit, hiszen az első év, a 9. osztály egy ágazati alapozásra készít fel. Ez azt jelenti, hogy ha meggondolja valaki magát, később lehet lovász, gazda, mezőgazdász, erdész, földmérő, átjelentkezhet másik iskolákba, ha kedvet kap a szakmai alapozás tantárgyaknál, hogy más tanuljon. De általában, aki kertészetet választja, nagyon kevés kivételtől eltekintve marad. 10.-11. évben jönnek azok a tárgyak, amelyek a szakmát tanítják, tehát a termesztés technológiát, a műszaki ismeret, a szakmai vizsgának a végrehajtásához szükséges. De lehetőség van technikusi képzésen is részt venni. Parképítő, dísznövénykertész, virágkötő, zöldség, gyümölcs vagy gyógynövénytermesztő is lehet az itt tanuló diákokból. Most már itt az ideje, hogy Gigiék elültessék a tél vége óta felnevelt paradicsompalántákat. Zöldségnövényeket szoktunk ültetni. Ezt megelőzően a téli időszakban itt spenót volt, hónapos retek és saláta, de lehetett volna karalábét is hajtatni. Tehát alkalmas ez a berendezés arra, hogy téli, alacsony hőigényű, hidegtűrő növényeket szaporítsunk és állítsunk elő. Az első lépés kell egy, ugye itt a támrendszert
is telepítjük a növénnyel. Ugye a támrendszer itt mögöttünk látható az a húzal, amihez a növényeket, ezeket a paradicsompalántákat rögzíteni fogjuk, és ezt már az ültetéskor elhelyezzük a növényeknek a földlabdáján. Egy ilyen hurkot képeztem, és itt van egy körülbelül 3 méter hosszú zsinór, amit a fejünk fölött lévő húzalhoz próbálunk majd meg rögzíteni. Hogy legyen egy hurok, egy stabil hurok. Ezen a hurkon áthúzzuk a zsinór másik felét. Nem kell nagyon megszorítani, ez bele fog nőni a gyökérzetével, és stabilan ott fogja tartani a támrendszer. De nem akadályozza. Nem akadályozza. Amíg be nem gyökeresedik a paradicsom, addig nagyon óvatosan kell itt mellette közlekedni, mert kihúzhatjuk a növényt ezzel a zsinórral. Magasabbak elérik, és hát van, aki létrát használ. Azaz, okosabbak. Mennyit szoktatok egy nap ültetni? Most például mai nap akkor egész sokat. Az elültetett palántáimnak a száma szerintem már millión felül jár. Millión felül. Bírni kell a fizikai munkát, a szellemileg is ott kell lenni, mert azért tegyük fel számlákat intézni, papírokat, akkor munkásokat, akkor munkásokkal foglalkozni, ne legyenek viták, meg ilyenek. Nem könnyű szakma. Ez egy csúszó csomózás, és ez még így laza, de azért csúszó csomózás, hogy itt meg tudom feszíteni. Opa! Valahol. Hát valahol itt elcsúszott. Na még egyszer. Megsegítettük. Remélem, hogy szépen nőnek, miután elmegyek innen, majd gondoskodsz róla? Persze. Köszönöm. A fizikai munka az vonz inkább, illetve a piac. Tehát én nagyon szeretek piacra járni, sokat jártam. Körülbelül ilyen 7-8 éve járok piacra, szeretem. De mit szeretsz benne? A vevőkkel foglalkozni, akkor növényeket tudni, hogy jó kezekben van, eladtuk. Sok embernek eljut a kezébe például a növényünk. Feltétlenül kell, hogy ebben lásson perspektívát. Nem túl szerencsés, ha valaki azért választja, mert mondjuk máshova nem vették fel. Bárki jöhet, aki szeretne a kertészettel foglalkozni és kertészetet tanulni. Alapból úgy jöttem ide, hogy szerettem a növényeket, és még mindig szeretem, és szeretni is fogom szerintem. De sokan például nem érdeklik őket a növények, ez az egész kertészet, nekik azért nehezebb itt a tanulás, nekem könnyű volt, jól tanultam, illetve a bátyám is, öcsém is ügyesen tanul azért, mert hát végül is nekünk annyira tanulni nem kell, mert sok mindent már tudtunk és úgy jöttünk ide. Az iskola területe 2,5 hektáros, és itt park van benne, díszkertek vannak benne, üvegházak vannak benne, termesztő, gyümölcsös, néhány szőlőtőke, és hát szabadföldi zöldség- és dísznövénytermesztésre alkalmas területek is. Van egy rettentő nagy kőtárunk hátul, ahol a parképítők tudnak tanulni. Ökoiskola vagyunk, komposztálunk mindent, rengeteg komposztot termelünk. Az, hogy ökoiskola vagyunk, illetve örökös ökoiskola, azt jelenti, hogy a nevelésben és az oktatásban megjelenik a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés.
Én azt szeretem nagyon ebben az iskolában még, hogy sok tanár van, aki tanít, és sok mindenkitől tanulhatunk, tehát többféleképpen elmagyarázzák a teendőket. Madárbarát iskola is vagyunk. Ez nem csak azt jelenti, hogy hány madárfajt, tehát több mint 35 madárfajt regisztráltak itt a szakemberek, hanem azt is jelenti, hogy ezeknek a madaraknak élőhelyet biztosítunk, táplálkozási költőhelyet, a téli szűkös időszakban táplálékot, vizet juttatunk nekik, az ő táplálékforrásukat, azokat a rovarokat is azért megkíméljük, nem írtunk ki mindent, mint a kertészetről, ez úgy elterjedt, hogy mindent lepermeteznek és mindent elölnek, ami nem növény. Tehát itt megtartjuk őket, és helye van a biológiai sokféleségnek. Mennyire népszerű a szakma? Én úgy gondolom, hogy a szakma népszerű, egyre népszerűbb. Meglepetés számomra, hogy lányok is egyre többen választják, és nagyobb osztálylétszámokkal dolgozunk, mint 10 éve, a nemek aránya is közel egyforma. Számos helyen el tudnak helyezkedni az itt végzett diákok, nagyon keresett szakma, nagyon szép szakma, és érdekes. Hát elsősorban a Budapest és a Budapest környéki kertészetekben, árudákban és termesztő üzemekben keresik a gyerekeket, de önálló vállalkozásban is némelyek kezdenek, hogyha itt maradnak és tovább tanulnak kertésztechnikusnak. Azokra a diákokra vagyok büszke, teljesen függetlenül attól, hogy milyen tanulók, akik érdeklődnek a szakma iránt, akik tanulni szeretnének, és akik tesznek azért, hogy fejlődjenek. A permetezést is meg kell tanulniuk a diákoknak. Permetezni fogunk majd egy motoros háti permetező segítségével magas gyümölcsfákat. A kívánt töménységbe be kell keverni majd a permetszert, azt be kell tölteni a gépbe, és ki kell juttatni majd a fákra. Most mivel fogunk dolgozni? Mivel hogy a tanulóink egyszerekkel nem dolgozhatnak, ezért csak szimulálni fogjuk majd a permetezést, egy ételfestékkel festett vizet fogunk bekeverni, és azt fogjuk majd tiszta vízbe belerakni, és a gyümölcsfákra majd kijuttatni. Úgyhogy nem kell tartani semmit. Benedek elkezdi, bemutatja, és akkor utána csatlakozol hozzánk, és akkor csinálhatod akár önállóan is. Jó, szívesen. Leellenőrzöm, megnézem az üzemanyagot, látom, van benne, csap legyen elzárva, ezen jön ki a permeté, akkor adunk egy gyújtást, egy szivató. Van ott egy nyuszi, mit jelent? Van két fokozat, van a gyors és a lassú. A lassú az a teknős, az ott van alul, és a gyors meg a nyuszi. Természetesen nem vegyszerrel gyakorolnak. 10 liter vízhez 30 ml ételfestéket kevernek. Gáz és ezzel meg... Igen. Na figyelj! Vigyázzat! Jó? Magasra. Tetejét, vagy csak a tövét? Tetejét is. A permetezés után a rotációs kapálás következik. Ez is egy nehéz fizikai munka, de Benedek hozzá van szokva a terheléshez. Mit gondolsz, hogy egy jó kertész mit adhat? Egy virágnál például boldogságot, hogyha kinyílik, vagy nőnap, vagy anyák napjára egy virág, szerintem sokat jelent. Illetve az én szakom a zöldség-gyümölcs kertész. A zöldség az például táplálékot, a gyümölcs az ugyanúgy táplálékot, meg a szőlő is, egy dísznövény pedig örömet tud okozni. A nap végén Gigi traktorra pattan, hiszen a kertész tanulóknak egy kisebb fajta traktorhoz is érteniük kell. Ez egy izgalmas nap volt. Talán kertésznek nem is lennék rossz. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!